Első előadásunk Fejfáj Szilárd alapító érkezett, és a Creative Commons-on fog előadást tartani kb. 20 percben, és utána születnek ő az előadás majd. Sziasztok, jó reggel! Hogy hallottátok engem, Fejfáj Szilárdnak hívnak. Amiről ma reggeli kora hajnalban, vagy legalábbis informatikus szempontból kora hajnalban szeretnék beszélni, az a szerzői jog. Mivel hogy kora hajnalban nem jön szeretnék senkit rézgetni mindenféle ilyen jogi vacakságokkal, tehát nem arról lesz szó, hogy néz ki a szerzői jog, hány oldal, hogy hívják a paragrafusokat, hogy hívják egész pontosan a törvényt. Inkább valami olyasmiről szeretnék egyébként beszélni, hogy mennyiben érint minket manapság a szerzői jog. Azt gondolom egyébként, hogy elég sokban, és azt gondolom, hogy mindannyiunkat. Tehát ma már mindenki szerző egy picit. Ha valaki ír egy blogbejegyzést, akkor szerző. Ha összerak valamilyen YouTube videót, akkor is. Tehát nem tudjuk igazán megkerülni a szerzői jogot, nem is lehet. Különösen nem Magyarországon, a szerzői jog egyébként mindenkire vonatkozik, minden szerzőre. Bizonyos részeiről egyébként még csak lemondani sem lehet. Tehát ha valaki valamit egyszer alkotott életében, akkor megilleti a jog egyébként, hogy azt elismerjék, hogy ezt ő alkotta. Na most ezzel együtt maga a szerzői jog egyébként meglehetősen bonyolult és szertágazó, és sok körülöttel vitás kérdés. És ez az, ami egyébként a Creative Commons, mint szervezet egyébként egy picit nekünk tud segíteni. Hogyan? Ahonnan indulunk, az az egyébként, hogy a szerzői jogi törvény, mint olyan, egyébként úgy fogalmaz, hogy az alapértelmezett érték, ha valaki valamit csinál, és ezt publikálja, akkor azt, hogy minden jog fenntartva. De már önmagában egyébként lehet vitatkozni, hogy ez jó vagy rossz ötlet, de minden esetben egyébként így van. Tehát ha valaki valamit publikál, akkor minden jog az övé. Na most ez azért megnehezíti egy picit a helyzetet, mert nem csak, hogy minden jog az övé, de ezek a jogok megilletik őt, mármint a szerzőt, és megilletik nem csak az életében, tehát őt már az élete után nyilván nem, de az örökeseit, azt mondjuk még 70 évig. És így jön egyébként ki ez a történet, hogy került ide Bartók Béla, és miért szeretett az az 1945-es évszám. Bartók Béla egyébként úgy került ide, hogy 1945-ben halt meg. Sajnálatos módon jelen Magyarországon. És 1945 ugye éppen 70 éve volt. Tehát, és még nem is tartásra teljesen tartunk ott annál a dátumnál, tehát még nincsen szeptember 26-a. Tehát bármi, amit Bartók Béla alkotott az élete során, még mindig ezek milyen jók illették meg, és figyelnünk kell arra, hogy azokat a jókat ne sietsük meg. Most ezen nyilván lehet változtatni, ez mindig a szerző akaratán múlik, hogy ő pontosan hogy is rendelkezik arra, hogy milyen jogokat szeretne fenntartani magának a műve kapcsán, és milyen jogokat szeretne egyébként másoknak biztosítani. Ugye a szerzői jogi alapértelmezés az, hogy minden jog fenntartva. Most ezen lehet egy picit módosítani, és mondhatjuk azt egyébként, hogy mi néhány jogot szeretnénk magunkat fenntartani, és néhány más jogot egyébként pedig szeretnénk mindenki másnak biztosítani. Tulajdonképpen egyébként ez az, amire a Creative Commons szolgál. Nem sok mindenről kell egyébként elgondolkodni, a Creative Commonsnak pont ez volt a lényege, hogy ne nagyon kell egyébként szerzői jogi részletkérdésekkel foglalkozni, ne nagyon kelljen egyébként a törvényeket ismerni, különösen ne kelljen egyébként más országok szerzői jogi törvényeit ismerni, hanem lehessen könnyedén, egyszerű gondolatmenet mentén elhatározni, hogy milyen jogokat szeretnék másoknak adni, és milyen jogokat nem szeretnék másoknak adni. Ha még tovább megyünk egyébként, akkor létezik a közkincs fogalma, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a szerző nem tart magának semmilyen jogot sem. Ezt megteheti egyébként már induláskor is, tehát bármilyen művet, amikor létrehoz, mondhatja azt, hogy nem köszönöm, hogy nem élek azokkal a jogokkal, amit a szerzői törvény egyébként biztosít nekem, hanem azt mondom, hogy ezt a művet, amit én létrehoztam, bárki, bármikor, bármire, amire csak szeretné, használhatja. Nyilván erről neki nyilatkoznia kell, és ez a nyilatkozat nem feltétlenül rettenetesen formális, még ez egyszerűen egy blogposzt alján is oda lehet írni egyébként, hogy semmilyen jogot nem tart fenn. Angol kifejezéssel élve, hogy ez a public domain, amit magyarul közkincsnek hívunk egyébként, a szerző halálát követő 70 év után a művek szintén közkincsé válnak, tehát onnantól már egyébként, hogy a szerző örökösei sem támaszthatnak semmilyen jogot sem. Na most, hogy mennyire volt igény, és mennyire van igény ma is arra, hogy ezt az egész szerzői jogi hercegburcát valahogy könnyedén lehessen kezelni, és mennyire van létjogosultsága
a Creative Commons-nak és a Creative Commons által kibocsátott licenszeknek. Ezt jól mutatja egyébként ez a nagyon egyszerű ábra. Tehát a Creative Commons még 2003-ban indult, és az alján Graphicon-nak ugye elég jó szerepe, ez tulajdonképpen, amit itt ábrázolunk, az az, hogy hány licenszert mű volt, Creative Commons licenszekkel licenszert mű volt a világon. Nyilván ezt azért nagyon-nagyon pontosan nem lehet megmondani, illetve azért vannak itt azért cselek, hiszen mondjuk egy-egy Wikipedia oldal, ami szintén Creative Commons licensz alatt licenszelődik, egy-egy külön műnek számít, tehát az egy önálló licensz. Minden egyes YouTube videó egy önálló licenszel mű. Minden egyes zeneszám, amit egyébként ilyen licensz alatt publikált valaki, vagy még jobb példa egyébként, hogy minden egyes fénykép tulajdonképpen egy önálló licenszel mű. Innen a kezdve az 1 milliót is azért viszonylag könnyű összehozni, bár aki mondjuk 900 millióig el tud jutni, az csak tud valamit. Tehát olyan tűnik, hogy erre volt igény. Tehát 900 milliószor gondolták úgy, hogy a Creative Commons jó lesz. Egyébként látszik, hogy vannak itt több törések ebben a grafikonban, és az elején egyébként van egy nagyon komolyan felívelő szakasz. A nagyon komoly felívelésben egyébként a maga a Wikipedia szám játszott nagyon-nagyon nagy szerepet, mivel ő Creative Commons-nak a CC BY-SA, amiről egyébként majd még ejtett néhány szót, milyen licenszek is vannak tulajdonképpen, CC BY-SA licenszét választották, és ott ugye a komplet Wikipedia egyszer csak bekerült Creative Commons-ra, beleszámolódott ebbe az egész történetbe, ott egy nagyon komoly nagyságrendi lépés volt előre, hogy hány olyan licenszerű van, amit Creative Commons alatt licenszelnek. No, említettem egyébként, hogy a Creative Commons célja alapvetően az, hogy olyan licenszeket bocsásson ki, amik viszonylag egyszerűen választhatunk közülük, ezek közül a licenszek közül, nincs is egyébként túl sok, összesen egyébként 7, és ezt a választást egyébként két kérdéssel megpróbálták összefoglalni, és csak így megpróbálták, szerintem sikerült is. Tehát, hogyha valaki, aki szerző, abban gondolkodik, hogy a művét megosztja, és nem úgy osztja meg, hogy minden jogot meg szeretne tartani magának, akkor összesen 2 darab kérdésre kell válaszolnia, és akkor eldől, hogy melyik Creative Commons licenszt választotta tulajdonképpen. De most ez már önmagában is egy komoly előnye, hogy nem kell szerzőjogi törvényt olvasgatni, és abból, ha azt az ember elolvastani, mindig sokkal okosabban lesz, hiszen egy szerzőjogot, aki szerződés köttetik tulajdonképpen ebben az esetben, most egy ilyet megfogalmazni azért nagyon nem egyszerű. Magyarul sem egyszerű, de mi van akkor egyébként, ha én ezt meg szeretném fogalmazni angolul? Mi van, ha angolul meg is tudom fogalmazni, de mondjuk az angol szász jogrendhez mondjuk nem értek, ez elég valószínű. De mi van akkor egyébként, ha angolul nem csak az angol szász jogrendhez nem értek, hanem más olyan jogrendekhez sem értek, ahol egyébként az angol nyelv a hivatalos. Mi van ugyanezzel Tájföldön és Kínában és Japánban és mit tudom én. Szóval ez egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, és erre tette fel egyébként a Creative Commons a tevékenységét, hogy létrehozzon egy olyan licenszeket, amik közül könnyedén választhatunk, és a világ minden táján körülbelül megállják a helyüket. Most a két kérdésre térjünk egy picit vissza. Az egyik az, hogy engedélyezi a szerző átdolgozott művek létrehozását. Mit jelent ez a gyakorlatban? Nagyon jogilag hangzik egy picit. Nagyon egyszerű egyébként a képlet, hogyha közé teszek mondjuk egy videót, akkor mit jelent ugye az átdolgozást? Azt, hogy valaki fogja azt a videót, remixeli, újra vágja, nem tudom, hozzáfűz más videókat, kivesz belőle részleteket és másokkal összeteszi. Mondjuk egy zeneszámnál ugyanez, tehát hogy remixeljük, feldolgozzuk, nem tudom, csinálunk valamit vele, ami egyébként már nem feltétlenül hasonlít az eredeti műre, hanem mi azt átvettük és tovább gondoltuk, valamit csináltunk vele. Ezt engedélyezzük el. Ez az egyik kérdés. És de egyébként 3 választható adható, hogy igen, nem, meg igen, csak maradjon a licensz ugyanaz, ami volt. Most az igen nem igazán egyszerű a kérdés, mert vagy igen, vagy nem. A harmadik egyébként csak arról szól, hogy ha én valamilyen szabad licenszt választottam, akkor nekem lehet az az elvárásom, hogy jó, én szeretném ezt a szabadságot megőrizni. Tehát megadom bárkinek a jogot arra, hogy változtasson azon, amit én létrehoztam, felhasználja magának, csak arra kérem őt, hogy ezt a szabadságot a többiektől ne vegye el. És így jutunk át egyébként a dolognak másik felére, hogy engedélyezzük el a kereskedelmi célú felhasználást. Igen vagy nem. Itt ennyire egyszerű a képlet. És szabad licensznek egyébként csak az minősül, ahol azt választjuk, hogy engedélyezünk másoknak
majdnem mindent. Tehát a kereskedelmi célú felhasználás mindenképpen, és engedélyezzük a művek átdolgozását, legalább úgy, hogy ugyanazokat a licenszfeltételeket kell használja, aki a változtatást megtette, mint ahogy én publikáltam. Tehát innentől minősül valami szabad licensznek. Így jön ki egyébként összesen a 7 licensz. Van egy olyan licenszünk egyébként, amit csak simán CC-nek, vagy Creative Commons-nak, vagy Creative Commons by-nak szoktak hívni. Ott egyetlen kötelem van, hogy az eredeti szerzőt meg kell említeni. Ennyi. Ezt azért szerintem egy bármelyik szerző joggal várja el. Egyébként ez mindegyik Creative Commons licensznek része, hogy az eredeti szerzőt egyébként meg kell említeni. Aztán utána jönnek egyébként a változatok. Hogyha én azt mondom, hogy engedem vagy nem a kereskedelmi célú felhasználást, ha nem engedem, akkor jön hozzá a No Commercial kiegészítés, az az NC, úgy lesz CC by NC a licensznek a neve. Hogyha egyébként nem engedem az átdolgozást, akkor lesz mellé egy No Derivation, az az ND. Ha kettőt kombinálom, akkor CC by NC, ND, így tudnak kijönni egyébként a licenszek. Összesen így jön ki a 7 kombináció. Egyébként pont a CC by NC, ND a legszigorúbb, hiszen az nem engedi se az átdolgozást, se a kereskedelmi célú felhasználást. És akkor innen lehet szépen visszalépegetni, minél több mindent engedek, és ha eljutok arra a pontra egyébként, hogy a licenszt úgy hívják, hogy CC, vagy CC by SH, ami azt jelenti, hogy share alike, vagyis hogy csak annyit kötök meg, hogy ugyanazzal a licenszát kell tovább vinni, mint amivel én eredetileg elkészültem, akkor beszélünk szóval a licenszekről. Kik használják a Creative Commons-t? Elég illusztris egyébként a társaság. A logókat szerintem nem is nagyon kell ismertetni, eléggé magukért beszélnek. És a számok igazából, amik érdekesek, hogy hogyan jön ki ez a 900 millió licenszerzőjük. A YouTube-on minden van 10 millió. Most a YouTube egy picit azért cseles. Én személy szerint nem is értek teljesen azzal egyet az a filozófiával, amit ők követnek. Ott kettő licensz közül lehet választani összesen. Az egyik az a YouTube-nak a saját licensze, még viszonylag szigorú licensz, és lehet választani egyébként a CC-nek a CC BY licenszét. Na jó, de a Creative Commons-nak egyébként van 6 másik licensze, és miért nem választhatom? Szóval ez az a filozófia, amivel én nem értek egyet, hogy ha már a Creative Commons-nak vannak jó licenszei, és ha már egyébként ilyen egyszerűen lehetne köztük választani, akkor a YouTube nem tudom, miért nem engedi. Ez van, ők így döntöttek. Na most itt van számos olyan ikon, olyan logó, ahol szabad licenszeket használnak, például a Wikipedia, mindjárt egy 34 millió szócikkel, tehát mind külön-külön beleszámítva a 900 milliós értékbe, ott ugye a CC by SA licenszt használják, vagyis ott az a kötelem, hogy ez egy szabad licensz, de szabadnak is kell maradnia. Ugye ez azért fontos, hogy bárki, aki beleszerkeszt a Wikipédiába, az tulajdonképpen egy derivatív work-ot hoz létre, módosít rajta, és hogy az az egyetlen elvárás van a szerkesztőkkel szemben, hogy ugyanazt a licenszt használják, ami korábban volt, hogy ne tudjon a Wikipédia szabadsága megszűnni, hogy az bárki továbbra is tovább szerkesztesse, használhassa, olvashassa, tovább ilyessen. Ugyanígy itt azért egyébként ez a Wikimedia Commons-nál, Wikitravel, ez az összes ilyen nagy Wikinél egyébként igaz ez. És igaz egyébként ez az OpenStreetMap-re is. Pár szó arról egyébként, hogy hogyan használják. Mi európaiak egyébként azt gondolom, hogy elég büszkék lehetünk. A Creative Commons által licenszerett művek 34%-ban álló készült. Ez jó hír. Szerintem ez nagyon-nagyon jó hír. Európa nem is olyan nagy. Öregnek-öreg, de olyan nagyon nem nagy, és Észak-Amerikában, Észak-Amerika tudja ugye egyedülből megelőzni 37%-kal. Na, azt gondolom, hogy azt elmondható, hogy Európában egész komoly térnyelése van a Creative Commons-nak. Ami nagyon érdekes a másik ábrában, hogy ma már a licenszert művek több mint fele szabad licensz alatt kerül publikálásra. Ez az én személyes meggyőződésemmel nagyon erősen egyezik, ennek nagyon örülök. A korábbi években egyébként nem volt így, ez jócskán 50% alatt van. Tehát egyre többen gondolkodnak abban, hogy bátran lehet egyébként szabad licenszeket használni. Nem kell a picit magyaros mentalitásban gondolkodni, hogy lögöljön meg a szomszéd tehenet. Tehát, hogy ha már én nem tudok vele pénzt keresni, akkor miért baj az, hogyha más tud? De miért kell megtiltani a kereskedelmi célú felhasználást,
Hát szóval én egyébként sosem gondolhattam abban, hogy egyébként én pénzt keresek vele. Keressen vele más. Ha neki tehetsége van arra, hogy keressen vele, keressen vele. Semmi baj ellen. Miért azt értékelem meg egyébként azt, hogy más dolgozzon vele, és ezt újra felhasználja? Szerintem ez a szabad kultúra lényege. Hogy olyan műveket állítok elő, amiket mások felhasználnak, és abból más dolgokat csinálnak. Ott van például a Hokáért egyébként a Bugás színű filmből az ominózus, nem tudom, másfél-két perces részlet, amit egyébként minden aktuál politikai esemény után ugye kiadnak feliratozva, és eddig ezt nem lehet. Az egy nagyon komolyan védett mű, maga a film, annak egy viszonylag hosszú részletéről beszélünk, és emiatt aztán nem nagyon lehetne ezt csinálni. De mégis csinálják, és egyébként már csak azért is csacsiság, hogy ezt nem engedik, hiszen ezzel tulajdonképpen maga a film az, ami reklámot kap, nem is kicsit. Mert nem azt mondják, hogy gyerekem, hajrá! Egészen nyugodtan. És ahol egyébként ti tudjátok használni, és ez a vége a történetnek, számos olyan kép, hang, zene, film és egyéb megosztó szájt van egyébként, ahol ma már Creative Commons licenszek közül lehet választani, például a Hokáért a Flickkel, amit egyébként azért szeretek, mert hogy ténylegesen ki lehet választani egyébként, hogy milyen Creative Commons licenszt akar az ember használni. Sőt, még egyébként keresni is lehet rá, hogy melyik fénykép milyen licensz alatt van. Tehát én szeretnék találni valamilyen témában egy nagyon jó fotót, amit egyébként fel is használhatok, és figyelni akarok a szerzőjogra, és be akarom tartani a törvényeket, és jól akarom csinálni a dolgokat, akkor ezt meg tudom tenni. Ezért nagyon-nagyon jó a Creative Commons, segít nekem kiválasztani azt a licenszt, ami megfelel az én igényeimben, és segít másoknak, hogy olyan licenszű műveket tudjanak találni, ami megfelel az ő igényeiknek. Úgyhogy én buzdítok mindenkit, hogy kezdje el használni, osszon meg, hozzon létre műveket, és gazdagítsa lehetőség szerint a szabad licensz alatt elérhető zenéket, videókat, cikkeket, vagy bármi más. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Köszönjük szépen a zenőadást, és a következő előadó Pap Gyula, aki az Open Badges nyelvényekről fog.